Szilveszteri statisztika. Országszerte átlagosan 3000 riasztást kapnak a mentők szilveszterkor. Javarészt az alkoholfogyasztás miatt. Megújult városkép. A 2018-as fejlesztéseknek köszönhetően az infrastruktúrális beruházásokon túl megszépült Nyíregyháza városképe is. Rekord a múzeumban. Az átlagos 25 ezer helyett idén több mint 60 ezres látogatószámmal zárja az évet a József András Múzeum. Két különleges tárlat is segítette az intézmény kiemelkedő eredményeit. Országszerte átlagosan 3000 riasztást kapnak a mentők szilveszterkor az elmúlt évek statisztikái alapján. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Javarész közúti balesetek és pirotechnikai eszközökkel kapcsolatos sérülések miatt riasztják a mentőket, de a legtöbb eset az alkoholfogyasztással van összefüggésben. Még ijesztőbbé teszi a statisztikát, hogy az Egészségügyi Világszervezet összesítése szerint a megkérdezett magyar fiúk több mint 41%-a 15 éves korára már legalább kétszer lerészegedett. Ezzel az adattal pedig Magyarország vezeti a listát. Az ünnepek közelettével jelentősen megnő az alkoholfogyasztás hazánkban is. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy ügyeljünk ilyenkor is a mértékletes fogyasztásra. A nagyobb kórházak toxikológiai osztályain naponta 5-10 beteget kezelnek etil alkohol mérgezéssel, ami a laikusok számára annyit jelent, hogy az illető teljesen részegre itta magát. A mennyiség az az egyéni hozzászokás és az egyéni reakciókészségnek a mértékétől függ. Természetesen nagyobb mennyiségű tömény alkohol, éggyomorra fogyasztással, esetleg ezek a különféle alkoholos italoknak az egymással való keverése, különféle energiaitalokkal való úgymond hatásának felfokozása, az tényleg kiszámíthatatlanná teszi időnként ezeknek az alkoholos italoknak a hatását, úgyhogy én azt szeretném javasolni, hogy maradjunk meg a mértékletesség mellett, maradjunk meg legalább egyféle alkoholtípus mellett, és ha azt veszük észre, hogy tényleg túl sokat fogyasztottunk valamelyik alkoholos italból, akkor felügyelet alatt próbáljuk ezt megnyugtatóan másnapra kipihenni. Nem mindegy tehát, hogy miből és mennyit fogyasztunk. Egy liter 4%-os sör az alkoholtartalmát tekintve 1 deciliter 40%-os pálinkának felel meg. Az alkohol hatásának szempontjából fontos a gyomor telítettségi állapota is. Ezért szokták javasolni a szakemberek, hogy így gyomorra ne fogyasszunk alkoholt, és italozás közben is együnk szilárdételt, ami felszívja az alkoholt. Az alkoholmérgezésnek számos kezdeti tünete van, ezek közül a legismertebb a széles alapú járás és a nehézkes kommunikáció. Gyakorlatilag több fokozata van a súlyossági skálán az alkoholmérgezésnek. A legenyhébb, ugye részegség, félrebeszél valaki, mozgásában inkoordináltá válik, ez gyakorlatilag a bőbeszédűség, ez a legegyszerűbb fokozata. Majd jönnek a reflexeknek a tompultságából eredően az aluszékonyság, a bágyadság, és ennek következtében itt már a védekező reflexek is kezdenek kiesni. Például nem fog ez az ember hideget érezni, nem fog dideregni. Majd az eszmélet fokának romlásával, az eszméletlen állapot kialakulásával, gyakorlatilag pedig a nyelési reflexek kiesésével félrenyelésre hajlamosít, ugye hányás fordulhat ilyenkor elő, amelynek a tüdőbe történő belehelésével gyakorlatilag fulladásos halál vezethet gyakorlatilag ilyenkor keringés megálláshoz és klinikai halálhoz. Tehát gyakorlatilag ez egy folyamat, ami attól függően, hogy az embernek milyen a szervezete és mennyi a reakciókészsége, ez egy folyamatosan előre menő dolog. A legmélyebb foka az gyakorlatilag tényleg egy mély eszméletlenséggel, egy nagyon alacsony vérnyomással és gyakorlatilag keringés és légzési elégtelenség tüneteivel jár. Ijesztő tény, hogy az Egészségügyi Világszervezet egy felmérése alapján a megkérdezett magyar lányok 33,5%-a 15 éves korára már legalább kétszer volt részeg. A fiúknál ez az adat 41,2%, amivel Magyarország vezeti a 36 országból álló listát. A szakemberek azt tanácsolják a bulizó fiataloknak is, hogy figyeljenek egymásra, és ha valaki a kelleténél többet ivott, ne hagyják magára. Ha szükséges, mindenképpen hívjanak hozzá mentőt, hogy elkerüljék az alkoholmérgezés okozta komolyabb, maradandó károsodásokat.
Intézmények fejlesztése, közlekedési infrastruktúra javítása és városképszépítés. Ezek voltak Nyíregyháza legfontosabb felújításai 2018-ban. Kovács Ferenc, a megyeszékhely polgármestere kiemelte, 56 eltervezett projektből 54-et befejeztek idén, kettő pedig még folyamatban van. A város együttműködési megállapodás kötött régi riválisával, Debrecennel. Ennek egyik célja, hogy 4-sávos út épüljön a két megyeszékhely közé. Nyíregyháza 2018-ban olyan területeken tudott tovább lépni, ahol évtizedes lemaradása volt a városnak. Egy fejlesztési csomagnak köszönhetően számos régi intézményt újítottak fel, többek között szinte az összes orvosi rendelő korszerűsödött. A szociális intézmények bővítése, eszközbeszerzések és az épületek energetikai fejlesztése is megvalósult. 6 óvodát tudtunk felújítani, 4 iskolát, 3 bölcsődét, egy 4. bölcsődéni eszközbeszerzés volt. Azt a programunkat, amit elterveztünk, hogy 2020 végéig az összes bölcsőde, mind a 9, mind a 34 óvoda, ugye 35. az új, amit építettünk, azt is most adtuk át a kórház területén. Ez teljesen modern, a mai igényeknek megfelelő állapotban legyen, és ugye itt nem csak egy energetikai felújítás, nyílászáró fűtéskorszerű szigetelés, hanem tornaszobákat építettünk, eszközöket láttuk, konyhákat újítottunk fel, öltözőket, tehát tényleg teljes körű volt. A város másik nagy fejlesztési csomagját a közlekedési beruházásokra fordították. Ezen belül is középpontba került az utak, járdák, bicikliutak és közlekedési csomópontok korszerűsítése. Ehhez kapcsolódott az új buszok átadása is. Februárban üzembe állt 41 darab modern CNG gázüzemű autóbusz Nyíregyházán. A funkcionális beruházások mellett a városkép fejlesztésére is törekedett idén az önkormányzat. Így például megépült a Pangea, felújították a Bencs villát és a szabadtéri színpadot, megszépült a Bencz úr és a Besenyei tér. Egy másik fontos eredmény a város életében, hogy lezárult az az időszak, amikor egymás ellen dolgozott Nyíregyháza és Debrecen, a két szomszédos megyeszékhely. A közös munka érdekében együttműködési megállapodást írt alá a két polgármester. Ennek egyik célja, hogy Nyíregyházát bekapcsolják a repülőgépes turizmusba. De említhetném a közös gondolkozást a szakképzésbe, oktatásba, az infrastruktúra fejlesztésbe, az első pontunk erről szól a megállapodásban, nevesítve a Nyíregyháza-Debrecen közötti 2x2-sávos út megépítését, amiről most tárgyalunk a kormánnyal, hogy a BMW nagyberuházás kapcsán indított térségfejlesztési programnak is ez része legyen, vagy említhetem az elővárosi vagy vonatközlekedést, ami Nyíregyházától Debreceni repülőtérig szólna. Tehát ha innen mi valaki megy a repülőtér, akkor ne kelljen kocsival, hanem felül a vonatra és ott száll ki, és ha érkezik, nyilván akkor is. Tehát sok olyan dolog van, amit az elmúlt évtizedek nem érintettek, és én ettől személyesen is sokat várok. A város 56 projektjéből 54 befejeződött. 2 maradt jövőre, a Tünde és a Törzs utcai beruházási csomagok befejezése, ezeknek amúgy is jövő évi a határideje. A sóstói 4 csillagos szálloda építése szintén jövő évben fejeződik be, nyára megnyit a 122 szobás modern szálláshely. 3 további pályázati csomag valósul meg 2019-ben a megyeszékhelyen. 8 óvodát és 1 bölcsődét felújítanak várhatóan majd a szeptemberi kezdésre, valamint tartalmazza még az energetikai felújítást és a szociális területek fejlesztését is, tette hozzá Kovács Ferenc polgármester. 60 ezer fölötti látogatószámban zárja a 2018-as évet a Nyíregyházi József András Múzeum. Ezt az eredményt 2 különleges tárlat is segítette idén. Nem csak ezért számít fontos évnek az idei a múzeum életében, Kelet-Magyarország legrégebbi közművelődési és tudományos intézménye 2018-ban ünnepelte 150 éves évfordulóját. A József András Múzeum elmúlt évei alapján azt lehet megállapítani, hogy az intézmény éves látogatószáma általában 25 ezer fő körül alakul. Ezt 2018-ban nem csak megduplázták, de évvégére a 60 ezret is meghaladta. Ezt leginkább 2 kiállításnak köszönhette a múzeum. A Szeúzó kincsek tárlat valamennyivel több mint 22 ezer látogatót vonzott,
a még mindig megtekinthető Munkácsi festményeket pedig már több mint 32 000 látták. Utóbbi decemberben kiegészítették még egy képpel, a kiállítást pedig meghosszabbították január 6-áig. Így tehát, ha csak ennek a két tárlatnak a látogatószámát összeadjuk, már is 54 000 főnél tartunk, de a múzeum további kiállításaira is kíváncsiak voltak a vendégek. A Józsa András Múzeum számára különleges volt a 2018-as év, idén ünnepelte az intézmény fennállásának 150. évfordulóját. Ritkán adatik, hogy az a múzeumi kollektíva megéljen ilyen neves eseményt. Ezért számtalan kiállítással, konferenciával, kötettel próbáltuk megünnepelni, és mindenki oda tette magát úgy szakmailag, mint a látogatók fogadása tekintetében. Tehát én úgy gondolom, hogy a múzeum történetében ez igenis egy nagyon rangos helyet fog elfoglalni, ez az év, a 2018. év. Megjelentettünk 7 kötetet, ami kifejezetten a Józsa András Múzeum nevéhez kapcsolódik. A említett kiállításokon kívül még minden hónapban megnyitottunk egy olyan tárlatot, ami a múltunkról a jövőnek szól, és megújítottuk a Józsa András állandó kiállításunkat is. A tárlat a december 1-i évfordulóra újult meg. Dr. Józsa András irodája különleges hangulattal várja az érdeklődőket. A múzeum szakembereinek köszönhetően korhű bútorok és kiegészítők mutatják be a polihisztor életét. Jövőre egy nemzetközi konferenciát is szerveznek, ami szintén az elmúlt 150 év jegyében fog zajlani. Az intézmény célja, hogy megtartsák ezt a magas látogatószámot. Ezért attraktív és vonzó kiállításokat szeretnének idehozni Nyíregyházára a következő években is. A 2019-es programokról részletesebben is mesélt Rémiás Tibor. Rögtön januárban a Jégkorszak című kiállítással kezdünk, ami úgy a diákoknak, mint a felnőtteknek nagyon izgalmas lesz. Áprilisban egy antropológiai kiállítást hozunk ide, ez a Szóra bír csontjaink. Utána a múzeumok éjszakájára retro kiállítást tervezünk, amit magunk készítünk el, és a Nyugat kopogtat címmel fogjuk megrendezni, és utána a nagy durranás, amit a Vidor Fesztiválra megnyitására szeretnénk megnyitni kiállítást, ez a Szinnyei Merse Pál életét bemutató, ugyancsak körülbelül 50 vagy 60 festménynek a bemutatását jelenteni. Ennek a szervezése folyamatban van. A 19. század közepétől a budapesti múzeum alapítások példája után a vidéki városokban is megjelent erre az igény. A kezdeményezők általában a helyi értelmiségek közül kerültek ki. Így történt ez Nyíregyházán is. Kelet-Magyarország legrégebbi közművelődési és tudományos intézményét 1868-ban alapította Józsa András orvos, régész és antropológus szakember. Szerencsések leszünk 2019-ben, ha új év első látogatója férfi, és ha január 1-én disznót eszünk. Legalábbis a régi népszokások így tartják. Számos babona kapcsolódik az újévi gazdagsághoz is. Bőségesen kell étkezni, és ezek az ételek jó, ha sok lencsét és rizst tartalmaznak. Érdemes a pénztárcákat pénzzel megtölteni, és nem szerencsés bármit kidobni a lakásból. Bár tudjuk a babonákról, hogy nem igazak, mégis a legtöbben félszemmel ügyelnek arra, hogy mikor, mit tesznek. Figyeljük, mikor esik 13-a péntekre, és gondosan lekopogjuk bal kezünk középső ujjával a még nem teljesen biztos jó híreket. Ezek általános babonák, azonban van az évnek egy napja, ami számtalan hagyományt és népszakást hordoz. Ez pedig a szilveszter éjjele és január 1-e, vagyis az új esztendő. Úgy tartják, az újévi erős fények és zajok távol tartanak mindenféle rosszat. Szilveszter éjjelén pontban éjfélkor az összes ajtót ki kell tárni, hogy az új év kimehessen. Úgy gondolták, hogy az új év azért is fontos, és figyelték az aznapi történéseket, mert hogy meghatározza, hogy a következő, illetve hát az az év, tehát az új esztendőben, a hátralévő részében mi fog történni. Hogyha valaki esetleg beteg új év napján, akkor úgy gondolták, hogy akkor bizony várható, hogy abban az évben is beteg lesz. A új év napján, hogy azt szerették, hogyha férfi megy be először a házba, mert ő szerencsét hoz. És a régi falusi világban azt gondolták, hogy akkor a tehénnek borja fog születni, ez is nagyon fontos, hogy, tehát, hogy az állatszaporulat.
Új év napján az üres zsebek látvány a szegénységet vetít előre, ezért érdemes azokat megtölteni pénzzel. Nem szabad kidobni semmit a házban, mert ez azt jelenti, sok kiadásunk lesz egész évben. Ezek mind magyar népszokások és babonák, azonban a szilveszterhez más országokban is érdekes tradíciók kötődnek. Fehér Oroszországban például az újévi kívánságokat 12 papírdarabra írják, és amikor elkezdi ütni az óra az éjfélt, meggyújtják azokat. A kívánságok közül pedig az teljesül majd, amelyik a 11. ütésnél még nem égett el. Szlovákiában az ünnepi asztalterítő alá pénzt szokás tenni. Svájcban pedig úgy tartják, akkor lesznek szerencsések az új évben, ha pontban 12 órakor 12 korsó sört isznak meg. Mozgalmas évet hagyott maga mögött a nyíregyházi állatpark. A 2018-as esztendőben számos állatcsalád kifutójában kopogtatott a gólya. A teljesség igényével nehéz lenne számba venni őket, hiszen több száz utód született, de a szezon két legnagyobb sztárja kétségtelenül a kis afrikai elefánt és az indiai páncélos rinocérosz bébi volt. A Nyíregyházi Állatpark Afrika élővilágát bemutató kifutó rendszerében a tavaszi időszakban egy Rothschild zsiráf születésével indult a 2018-as baby boom, aztán szinte minden héten ritka és különleges állatok jöttek világra, jó részt olyan tenyészpároktól, amelyek az Európai Fajmegőrzési Program keretében élnek a parkban. Állatkerti séta közben érdemes volt hosszasan elidőzni a kifutók előtt, hiszen zsebből kikandikáló vörös óriás és Bennett kengurukkal is találkozhattak a látogatók. A nyári időszakban 4 siker vörös varik is születtek az állatparkban. A Madagaszkár szigetén őshonos ritka makifélék 6-7-es korukban estek át első orvosi vizsgálatukon, ahol kiderült, hogy 2 hím és 2 nőstény utóddal gazdagodott a vari csapat. A Nyíregyházi Állatparkban a 2018-as esztendő legnagyobb szenzációja egyértelműen 2 igencsak nehéz súlyú bébi világra jötte volt, hiszen néhány hónap különbséggel egy afrikai elefánt és egy indiai páncélos rinocérosz született. A kis afrikai elefánt a nyári időszakban született, a gondozók a vendégek javaslataiból választva a Kimani nevet adták neki. Ő az itt született 3 éves bátyjával él együtt, és 2 ivarérett elefántlehén társaságban tölti mindennapjait. A kis indiai országú pedig igazi zoológiai szenzáció, hiszen ez idáig az országban ilyen faj nem született. A kicsi 56 kg-mal látott napvilágot, és az anyai gondoskodásnak köszönhetően naponta 2 kg-mal gyarapszik. A Nyíregyházi Állatpark kispanda szülőpárja 4 éve él együtt. Ting-Ting Pozsonyból, míg Szecsuán a Dublin Zoo-ból érkezett a sóstúra az Európai Fajmegőrzési Program keretében. Fogságban nagyon nehezen szaporodnak, így hatalmas öröm és szakmai siker volt, amikor nyár derekán egy ikerpár született. A vörösbundás kölykök rekordgyorsasággal növekednek, s már szüleik miniatűrmásai. A természetben már kipusztult vietnámi szikaszarvasok is szaporodtak az állatparkban. A vietnámi szikaszarvasok az orvadászat és a természetes élőhelyük pusztulása miatt pusztultak ki az 1960-as években. Napjainkban csak védett természetvédelmi területeken és állatkertekben fordulnak elő. Fehérkezű gibbon látott még napvilágot a Gibbon szigeten. Az apróság az első hetekben minden percét anyja hasán csimpaszkodva töltötte. A szülőpár napfelkeltekor duettet énekel, jelezve lakó és táplálkozási területük határait. A különleges ének a szárazföldi emlősök talán legfelejthetetlenebb hangjai közé tartozik, amit a park vendégei a kora reggeli és déli órákban is hallhatnak. Sikeres évet zár a magyar sport, mondta el Iradónak Szabó Tünde sportért felelős államtitkár. Megszületett az első téli olimpiai aranyérem, az ifjúsági olimpián 12 aranyat nyertek a magyar fiatalok. 2019-ben 4 olimpiai sportág világbajnokságát rendezik Magyarországon, valamint jövőre Budapest lesz Európa sportfővárosa. A magyar kormány stratégiai ágazatként kezeli a sportot, legyen szó élsportról vagy az utánpótlás nevelésről. 2011 óta a TOW támogatásnak köszönhetően 6 sportág, a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a jégkorong, a vízilabda, valamint a később csatlakozó röplabda lehetőségei javultak jelentősen. 2013-tól pedig 16 kiemelt sportág részesül állami támogatásban. Az államtitkár elmondása szerint a feltétel rendszer javulásának hatása már megmutatkozott a 2018-as év nemzetközi versenyein.
A 2018-as év egy rendkívül sikeres sportévünk volt, hiszen eleve úgy kezdődött, hogy sporttörténelmet írtunk a téli olimpiával. Aranyérmet szereztek a rövid pályás gyorskorcsolyázó fiaink, és ez már egy olyan úgymond indítást adott az évnek, hogy a többiek is, az egyéni sportág képviselői, akár olimpiai sportág, akár nem olimpiai sportágat képviselve hozzák a sikert sikerre, hiszen a világbajnokságokat nézve, vagy Európa-bajnokságokat minden sportág tényleg hozta azt, amit szeretett volna, különösen az utánpótlás nevelést tekintve, hiszen az összes korosztályos junior ifjúsági Európa-bajnokságon és világbajnokságon nagyon sok érem született, és volt még egy ilyen sporttörténelmi időszakunk a nyári időszakban az ifjúsági olimpiai játékok során, hiszen minden idők legsikeresebb játékát tudhatjuk magunkénak a 12 aranyéremmel. A sport támogatásának egyik területe az infrastruktúra fejlesztése. Az elmúlt években több száz új sportlétesítmény épült és több száz újult meg az országban. Mindenki sportoljon, ez egy elsődleges célunk, ehhez bizony létesítményekre van szükség, megfelelő hátteret adjunk az élsportolóknak utánpótlás nevelésben, vagy aki minden napos, akár a testnevelésre, akár a mozgásgazdag életmódra gondolva. Úgyhogy ennek bizony meg kell felelnünk, és ezt biztosítanunk kell mindenkinek. Ehhez rengeteg úgymond fejlesztésre volt szükség az elmúlt időszakban, és nagyon örülünk annak, hogy tényleg fel tudjuk azt mutatni, hogy el fogjuk érni 2020-ra, hogy olyan sportág ne legyen, aki nem tudja hazánkba hozni a nemzetközi eseményét, mert nincs megfelelő létesítménye, és ezeket a létesítményeket bizony ki kell nyitni a sportszerető közönség számára, vagy aki mondjuk szabadidős jellegűen szeretne sportolni, nekik is. Úgyhogy építjük a torna csarnokokat, tornatermeket, szabadidős jellegű akár sportcsarnokokat, de ugye minden sportágnak meg kell felelnünk, úgyhogy kézilabda munkacsarnokok, kosárlabda munkacsarnokok, uszodák, tanuszodák, jégcsarnokok jönnek, és folyamatosan építjük, fejlesztjük őket. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy az elmúlt időszakban csak a TAOS látványcsapat sportágak több mint 300-at építettek, és több mint 300-at újítottak meg. Az államtitkár elmondta, hogy 2019-ben az asztali tenisz, a vívás, a kajakkenő és az ötöse világbajnokságát is Magyarországon rendezik meg. Emellett mintegy 150 hazai rendezésű nemzetközi sporteseményt támogatnak állami forrásból, valamint jövőre Budapest lesz Európa sportfővárosa. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Országszerte átlagosan 3000 riasztást kapnak a mentők szilveszterkor az elmúlt évek statisztikái alapján. Javarész közúti balesetek és pirotechnikai eszközökkel kapcsolatos sérülések miatt riasztják a mentőket, de a legtöbb eset az alkoholfogyasztással van összefüggésben. Még ijesztőbbé teszi a statisztikát, hogy az Egészségügyi Világszervezet összesítése szerint a megkérdezett magyar fiúk több mint 41%-a 15 éves korára már legalább kétszer lerészegedett. Ezzel az adattal pedig Magyarország vezeti a listát. Intézmények fejlesztése, közlekedési infrastruktúra javítása és a városkép szépítése. Ezek voltak Nyíregyháza legfontosabb felújításai 2018-ban. Kovács Ferenc, a megyeszékhely polgármestere kiemelte, 56 eltervezett projektből 54-et befejeztek idén, kettő pedig még folyamatban van. A város együttműködési megállapodás kötött régi riválisával, Debrecennel. Ennek egyik célja, hogy négysávos út épüljön a két megyeszékhely közé. Az átlagos 25 ezer helyett idén több mint 60 ezres látogatószámmal zárja az évet a József András Múzeum. Nem csak ezért számít fontos évnek az idei a múzeum életében, Kelet-Magyarország legrégebbi közművelődés és tudományos intézménye 2018-ban ünnepelte 150 éves évfordulóját. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták december 31-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, a stáb nevében is boldog új évet kívánunk önöknek. Viszontlátásra!